Politikus cseh vagyok, és már tapsolnak. Egyetlen mondat, kettő mondat. Ha az Úr nem építi a házat, akkor az építők hiába fáradoznak. Nagyon régen hangzott el ez a mondat. Lehet, hogy tényleg fizikai házra, vagy az Úr templomára. A jeruzsálemi templomra vonatkozott. Én azt gondolom, hogy ez vonatkozik az országra is. Vonatkozik a megyére, vonatkozik a magyar nemzetre, és vonatkozik a saját életünkre is. Nem akarom tanítani a jelenlévő urakat és hölgyeket, de azt nyugodt szívvel merem a szívükbe helyezni, hogy ha csak magukra számítanak, akkor minden vállalkozásuk bukást van ítélve. Nem pedig nem feltétlen vállalkozási, vagy hogy minden választási bukásra, mert nem is ez érdekes, hanem nem lesz rajta az Úristen áldása. Ezért ezzel a mondattal indítanám el szívem szerint ezt a tanácskozást, hogy ha az építő, az Úr nem építi a házat, akkor az építő hiába fáradoznak. Úgy fáradozzanak, úgy tessenek fáradozni, hogy az Úr áldása legyen rajta. És ez Kósa Lajos volt, hiszen Lajos volt akkor a szervező bizottságának az elnöke, aki szintén hitte ezt a Mohamed Ali idézetet, hogy a lehetetlent is sikerül Magyarországon megcsinálni. Lajos, köszönöm, hogy előtt adtál nekem is, meg nekünk is, és egy a valaha volt legnagyobb végét, vagy legjobb végét tudtunk megcsinálni. Kérdezték sokan, hogy mi is a célja ennek az összejövetelnek, ennek a mai napnak egyetlen egy célja van, hogy az elmúlt 4 év munkáját értékeljük önkormányzati szempontból, és kicsit készüljünk a jövőre. Azt gondolom, hogy a legjobb helyen vagyunk, hiszen itt nem csak a politikáról beszélünk, hanem egy picit talán a lelkünket is rendezzük, hiszen erre alkalmasak egy hely. Ennek a legnagyobb programja a Modern Városok Program. Csak néhány adatot szeretnék mondani erről. Ez a legnagyobb vidékfejlesztési program Magyarországon, 3500 milliárd forintos, 250 projekt van benne, és talán amit közérdeklődésre tartottam, 2022-ig kell befejezni, jelentem meg is már a pénzünket be tudjuk fejezni. 750 milliárdot már kifizettünk ebből, úgyhogy egy tényleg nagy évű, soha nem volt magyar fejlesztési programról van szó. Ami nagyon fontos, hogy ennek a programnak a rendkívül fontos eleme az, hogy minden nagyvárost összekötünk a gyorsforgalmi úthálózattal, és a határmenti nagyvárosokat pedig szeretnénk mindegyiket ennek a programnak a keretében a határig összekötni gyorsforgalmi úthálózattal, és utána természetesen a szomszédos országokkal egyeztetve kell a határmenti területeket is bekapcsolni a magyar gyorsforgalmi úthálózatba, és ezen keresztül az európai.